Én onnan kezdeném, hogy amikor tavasszal megjelent posztumusz a Molnár Gál Péter Coming Out című kötete, akkor a kritikák egy részéből az kirajzolódott, hogy még ma is van egy erős kultusza, de a másik részében meg az volt a nagyon tanulságos, hogy mindenki a címet az ügynök múltra redukálta, és elsősorban afelől értelmezték, hogy mennyire sikerült Molnár Gál Péternek szembenéznie a saját ügynök múltjában. Kicsit leegyszerűsítve, ezeknek a kritikáknak az értelmezése arra futott ki, hogy amennyiben ez a szembenézés megtörtént, akkor tekinthető Molnár Gál Péter kvázi jó embernek, és amennyiben ő jó ember, akkor ez egy jó kötet, bár ugye a műfaja a könyvnek nehezen volt behatárolható, ellenkező esetben pedig rossz ember, és a könyv is rossz. Most nyilván egy kicsit leegyszerűsítek, de azért indítanék innen, mert az, amiről ma szeretnék beszélni, az egy nagyobb kutatás része. Ez az esettanulmány, ami egy doktori kutatás volt, amit 2018-ban az akkor még létező színművészeti egyetemen védtem meg, és ez a feljelentő kritikát igyekezett értelmezni a Kádár korszak kontextusában. És ott nekem az egy fő szándékom volt, hogy ne arra fusson ki ez a dolgozat, hogy az egyes kritikusok, feljelentő kritikusok felelősségét elemzem, vagy megpróbálok egy erkölcsi vizsgálatba belebonyolódni a mai korok kontextusából visszanézve, elmulasztva adott esetben egy önvizsgálatot, mondjuk a mai titkos szolgálatokkal összevetve az akkorit, hanem azt vizsgáltam, hogy az adott kritikusnak abban a korban mekkora mozgástere van, tehát a rendszer érdekelt, hogy mekkora szabadságot hagy meg a kritikus számára. És azt remélem, hogy mondjuk a mából visszagondolva ez rezonálhat bennünk, hogyha a kimondhatóság határairól gondolkodunk. Tehát azt vizsgáltam, hogy mi történik a kritikával egy olyan környezetben, ahol megjelenik a feljelentő kritika gyanúja, és tágabb értelemben mi történik egy olyan társadalom kritika tűrésével, ahol ez a gyanú tartósan jelen van. Erre majd még a végén visszatérnék. Ezért, amikor meg kellett azt válaszolnom, hogy én mit értek feljelentő kritika alatt, akkor a köznyelvi megközelítéssel ellentétben, amely jellemzően szembeállítja az erős és autonóm ízlésítéletet alkotó kritikát és a feljelentő kritikát, egy kettős megközelítést alkalmaztam ehelyett. A nyelvpolitikai jellemzés alatt azt értem, hogy ezekben a kritikákban történik egy ideológiai vádemelés a művel vagy alkotóval szemben. A másik szempontom pedig az volt, hogy mi az a társadalmi politikai kontextus, amiben ezek a cikkek olvasódnak, és esetleg plusz olvasatot kapnak. A válaszom erre az volt, hogy a feljelentő kritikát az államszocializmus modelljében értelmezem, vagy tudom értelmezni, amikor van államilag irányított sajtó, és amelyben van egy ideokratikus erőtér, illetve hát pont ez volt a kérdésem, hogy hogyan változik meg a feljelentő kritika, és vele együtt a színi kritika funkciója és értelmezhetősége az államszocializmus két nagy modelljében. Tehát miként születik meg a sztálinizmus fegyelmező ideológiai és erőszakaparátusának részeként, és hogy ennek az erőtérnek az átalakulásával a Kádár korszakban, egy posztideokratikus rendszerben hogyan változik meg ez a funkció. És ehhez először arra kellett válaszolnom, hogy miért lehet egyáltalán egy rendszernek szüksége feljelentő kritikára. Ami tulajdonképpen a sztálinizmus esetében elsőre meglepőbbnek tűnik nekem, mert ott egy központi irányítás van, ahol a hatalom gyakorlatilag bármit megtehet, és elsőre nem feltétlen érthető, hogy miért van szükség még plusz kritikusokra, akik a betiltás mellé feljelentő kritikákat írnak a hatalom számára. Azt a választottam erre, hogy ez éppen ennek a kornak, vagy a rendszernek az ideokratikus jellegéből következik, tehát hogy
csak az engedélyezett, ami összevág az ideológiával, és ezt az ideológiát kvázi törvényt hirdeti ki a feljelentő kritika, amely a problematikus művek megjelenését vagy bemutatását követi. És fontos, hogy ebben az időszakban a következmények, amelyeket előjeleznek ezek a cikkek, ezek igen súlyosak is lehetnek, és adott esetben akár a kivégzésig is terjedhetnek. Ezzel szemben a Kádár korszakban ugye megjelenik a tűrt kategória, az első előadásban sokat hallottunk arról, hogy hogyan árnyalódik a lehetőségek köre, akár adott orgánumtól függően a kimondhatóság határai, hogyan változnak. És itt a feljelentő kritika funkciója megváltozik, tehát mondhatni a rendszer szintű erőszakban többé nem érdekel, de továbbra is monopolisztikus irányítás fenntartását legitimálják. Ja, a kritika a hatalom szemében. Amit elfelejtettem még mondani, és fontos, az az, hogy erre a megközelítésre, erre a kettős megközelítésre a feljelentő kritika definiálásában azért volt szükségem, mert nemhogy nem gondolom azt, hogy feltétlenül szembeáll egymással az éles és őszinte ízlésítélet, tehát hogy ezek okvetlenül megrendelt kritikák lettek volna, vagy olyan írások, amik az adott kritikus meggyőződése ellenére születtek, hanem kifejezetten azt gondolom, hogy a Kádárkornak ebben a tűrt kontextusában ez a kettő, feljelentő kritika és autonóm ízlésítéletet alkotó negatív vagy éles kritika, ezek egybeeshettek egymással, és a most következő esettanulmány is erre lesz majd egy példa. Amiket vizsgáltam ebben a dolgozatban, azok a tűrt és tiltott kategória határán billegő előadások voltak, és két szempontom volt, hogy megfogalmazódik-e bennük ez az ideológiai vádemelés, és hogy milyen követik-e őket adminisztratív következmények. Tehát ebben az ószíni értelemben performatívvá válnak-e, a performatívvá válik-e, a leírt szó cselekvővé válik-e. Három típust különítettem el, illetve a dolgozatban ez még több volt, de azóta egy kicsit szűkült és egyszerűsödött. A legelterjedtebb stratégia a kritikusok részéről az ügyvédi magatartás volt az én benyomásom szerint egyre inkább a Kádár korszak előre haladtával, de mondjuk 63 után meg végképp. Ez együtt járt azzal, hogy a kritikusnak hát vagy el kellett hallgatni a bizonyos momentumokat a tűrt előadások esetében, vagy pedig hát más, adott esetben másnak beállítani a műveket, mint amik azok valójában a kényes vonatkozások esetében. Ha a kritikus úgy döntött, hogy egy ilyen előadásról ideológikus és negatív cikket szeretne írni, vagy nem akarja más értelmezési tartományban elemezni, mint ami annak egy politikailag kényes előadásról van szó, vagy egy akár rendszerkritikus előadásról, akkor viszont vállalta, hogy leleplezi az adott mű rendszerellenes vonását, kvázi feljelenti azt. És itt két kategóriáról beszélnék, az ügyész kritikákat nem azt különbözteti meg a szabaduló művészek esetétől, hogy a feljelentő szándéka felől különböztetném meg ezeket, hanem itt vannak következmények. Ezek főleg 63 előtti, tehát az esettanulmányom azok mind 63-ig bezárólag kerülnek elő. Egyébként riportok vannak a 70-es évek elején is, meg publicisztikák, illetve Budapesten kívül azért később is más a helyzet. Viszont a mai esettanulmányom az egy szabaduló művészeti eset, tehát hogy mi történik akkor, ha megtörténik ebben a kritikában az ideológiai vádemelés, ám de nem követik a cikket, semmiféle következménye. Igen, tehát hogy a feljelentő kritika ebben az értelemben egy kulturális konstrukcióként kezelem, hogy hogyan tehet szert a kritika ebben a rendszerben egzisztenciális következményekre, és hogy akár a kritikus szándéka ellenére hogyan politizálódhat. Bár ugye a mai eset az egy következmények nélküli eset lesz.
Molnár Gál Péter az egyik első fő foglalkozású kritikusa a magyar színikritika történetében, amiről azt gondolhatnánk, hogy ez megnyugvást jelent a Bálint Györgyféle összeférhetetlenségek hosszú történetére. Ehhez képest az állami sajtóval esik egybe a főfoglalkozású kritikus megjelenése, és ezért a kritika és gyanúk régi történetét inkább új fénytörésbe helyezi el ez a típus vagy kategória. A státusza MGP-nek azt nagyon sok kritika emlegette szintén, hogy ő nagy hatalmú lett volna. Ez megint árnyalásra szorul, illetve az ő alakján keresztül szerintem nagyon szépen szemléltethetőek a kor rendkívül bonyolultnak tűnő aláfölé rendeltségi viszonyai, hiszen ő nem rovatvezető, ebben a történetben is a rovatvezetője Pándi Pál az, aki majd őt helyesbíteni fogja. Ugyanakkor a Népszabadság újságírója gyakorlatilag egész életében, amely a párt központi lapja, már 56-ban 20 évesen szerződést köt, gyakornoki szerződést, még akkor a színművészeti dramaturg szakára jár, és aztán 61-ben, amikor lediplomázik, rögtön a kultúra rovathoz kerül, és egészen addig, amíg le nem bukik a demokratikus ellenzék segítőjeként, addig a Népszabadságnál is marad, akkor sem lesz különösebben számkivetett, értelmiségi állásai vannak. Rényi Péter akkor is pártfogója, nincsen a felmondási levelén dátum, tehát továbbra is folyosítják neki bizonytalan ideig a fizetését. Mindenesetre ezt a bő 10 évet leszámítva, ő aztán 2004-ben 68 évesen megy nyugdíjba a Népszabadságtól, tehát egész életében egyetlen lap munkatársa. Ekkor azonban azért bocsátják már el a Népszabadságtól, éppen ellenkezőleg, mint első alkalommal, azért, mert ekkor derül fény az ő ügynök múltjára, hogy 63 és 79 között Luzsnyánszky Róbert Fedő néven jelentett az ügynök hálózatnak, illetve hogy annak volt része. Na most ezt a bonyolult aláfölé rendeltségi rendszert elég jól szemlélteti szerintem a következő idézet, ami egyben a kádárkori kritikus dilemmájának is egy jó példázata lehet. És ezt a coming out-ból idézem. Ügyészként Aser Tamás képviselte a vádat, ők Kennedy János lakásán vannak ekkor, és MGP ekkor is a Népszabadság újságírója. Elárulom a tehetségemet, hülyeségeket írok, ahelyett, hogy igazat írnék. Kennedy nem foglalt állást az alvilági törvényszékkel licitálásomban. A helyzet nem nélkülözte az iróniát. A Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsága lapjának munkatársát, párton kívüli pártalkalmazottat vonta felelősségre, és igyekezett jó útra téríteni egy ellenálló csoport, amelynek hangadói voltak az MSZMP kulturális osztálya alá tartozó szépirodalmi kiadó lektora, Rész Pál, és az MSZMP tudományos osztálya alá rendelt MTA filozófiai intézetében dolgozó Fodor Géza. Aser két rendezése kerülhetett szóba. A Dosztojevszki regényéből Vajda dramatizálta Ördögök, a pártot úgy állította be, mint törvényen kívülálló, zavaros fejű gonosztevők gyülekezetét. Az előadással szorítóba kerültem. Ha megírom, mit láttam a színházban, az nyilvános följelentés, sajtó útján elkövetett denunciálás. Ha viszont nem veszem észre, mi volt a színpadon, egyszerűen hülyének látszom. Az utóbbit választottam. Szerintem ez a leírás elég jól szemlélteti legalábbis a dilemmát, amivel számolnia kellett egy ilyen előadás esetében a kritikusnak, pláne ha a Népszabadságba írt. Viszont az is érdekes, hogy bár ebben az esetben azért kéri számon az úgynevezett törvényszék, hogy az ő szavait használjam, mert így döntött, nem írta meg ezt a kényes momentumot, addig a most következő esetben éppen ellenkezőleg Ádám Ottó éjjeli menedékhely rendezéséről lesz szó 68-ban, amire Koltai Tamás egy kutatásomhoz háttérinterjúban a következőképpen emlékezett meg erről. A feljelentő kritikák másik része személyeskedés. MGP éjjeli menedékhely kritikája például 68-ban keményen bírálja Ádám Ottó előadását, amire látszólag semmi oka, hiszen igaz, hogy szerintem sem volt jó előadás.
A cikk számomra arról szólt, hogy MGP fárad, cinikus. Ezzel azonban semmi bajt nem okozott Ádám Ottónak, aki nem volt marxista, de acél imádta. Így emlékszik tehát erre az esetre Koltai Tamás, a tények ehhez kiegészítésként. MGP valóban pesszimizmus, nihilizmus, kiúttalanság vágyait említi az előadással kapcsolatban. Azt írja, vitáznánk azonban az egész művék kicsengésének reménytelenné tételével. A rendező az utolsó képben egyetlen pillanatot teremt a színpadon, amikor megértik végre egymást a személyek, feloldódnak a közös éneklésben, és érzelmileg közelebb kerülnek egymáshoz. Ekkor ront be a báró, jelentve a színész öngyilkosságát. Hátat fordítanak a figurák a nézőtérnek, nem fájdalmat mutat a hátuk, hanem fásult kiürültséget, unott beletörődést. Nincs remény, nincs remény. Itt semmi nem lehet változtatni, mondja mindez. Ez a kritika feltétlenül úgy jelent meg, hogy a főszerkesztő meg a szerkesztők nem látták. Annak ellenére, hogy volt mondjuk olyan súlyú ez az eset, hogy talán érdemes lett volna, mint a következmények mutatják, mert hogy helyesbíteni is kell. Ez körülbelül olyan súlyú ügy lehetett, mint az előtt 5 évvel a Dantó halála, csak akkor még MGP tanonc volt, és arról Rényi Péter írt. Annyival enyhíti MGP a vádemelést, hogy tulajdonképpen ártalmatlanul rossz ez az előadás, tehát annyira rossz és gyenge, hogy igazából politikai értelemben sem veszélyes, ez még egy védelmi stratégia kritikákban a korszakban. A Koltai még annyival egészítette ki ezt a történetet, hogy érdekes viszont, hogy itt Ádám Ottó előadásáról van szó. Ádám Ottó pedig nem, tehát egy kifejezetten támogatott alkotó ebben a korban, ez kevésbé érezkedik a feljelentő kritikák szokásosan megválasztott vádlottjainak a sorába. Ő egyenesen azt gondolta, hogy neki a kötete, amiben volt egy esszé Ádám Ottó Szép Színháza címmel, az azért nem jelent meg csak egy évvel később, mert hogy volt benne egy olyan bekezdés, hogy észre kell vennünk, hogy Ádám Ottó a friss társadalmi jelenségekre rákérdező művet rekeszti ki a látóköréből, stb. Tehát Szépelgőnek nevezte Ádám Ottó Színházát, amikor Szabó Istvánt, nem a rendezőt, hanem az OSZMI Színháztudományi Intézet volt igazgató helyettesét kérdeztem erről, akkor ő neki azért az volt a véleménye, hogy ha egy ilyen bekezdés egyáltalán megjelenhetett, vagy egy ilyen esszé 78-ban, akkor az is példanélküli. De ez mutatja, hogy Ádám Ottót bírálni az tulajdonképpen egy önfeljelentésként is tekinthető. Szóval itt pontosan ez a kérdésem, hogy ki jelentít fel kit valójában, amikor Molnár Gál Péter ezt a cikkét megírja. Pándi Pál minden esetre gyorsan közöl szintén egy kritikát, amiben vitatkozik az MGP véleményével, ami szerinte károsan leegyszerűsítő, felmenti a pesszimizmus vád alól az előadást. De ezt követően Sándor Iván a Filmszínház Muzsikába szintén ír egy cikket. Ő neki a múltja az, hogy őt azért politikai okokból eltávolították az 50-es években a laptól, és ő neki rossz emlékű gyakorlatnak tűnik az az ideológikus cikk, amit MGP írt, tehát ő tulajdonképpen feljelentő kritikának nevezi a kor szóhasználatában ezt az írást. Tehát kap egy ilyen olvasatot 68-ban MGP cikke, Pándi viszont ekkor már megvédi Molnár Gál Pétert, mint alkalmazottját, vagy beosztottját, és ezt az SI monogramú újságírót vádolja rossz szemességgel, azaz Sándor Iván. Itt azért már is kérdés, hogy MGP ugye megpróbálta-e feljelenteni Ádám Ottót, Sándor Iván megpróbálta feljelenteni Molnár Gál Pétert, nem a cél előtt, hanem a rendszerszkeptikus olvasók előtt. Következménye egyiknek sem lett. Vajon ezért itt több kérdés még felmerül MGP motivációit illetően, amely nem része annak, hogy feljelentő kritikáról beszélünk, vagy sem, de mégis fontos lehet. Először is többek számára meglepő, hogy miért kérül számon egyáltalán rendezői víziót, amikor általában a rendezői olvasmányt nem érdekelte. A
A Molnár Gál Péter nekrológiában Koltai azt írja, hogy majd hanyatt estem, amikor 68-ban elolvastam Ádám Ottó éjjeli menedékhelyéről írt kritikáját. Legélesebb fogalmazványait mindig azonnal a bemutatót követően publikálta, mert addig nem adta jelét a rendező ellen készülő átfogó ideológiai támadásnak. Ez azért volt meglepő, mert napi szinten nem is igen érdekelte a rendezés. A másik, hogy egyáltalán miért érzi fontosnak, hogy most ennyire belekössön ebbe az előadásba. Már önmagában az, hogy ezt a kérdést felteszem a kicsit a kor gyanakvó kontextusával is összefügg, ugyanakkor azért ez tényleg egy ideológikus cikk, tehát hogy ő neki a pessimizmussal van a komoly problémája. Mégis, hogyha hozzáolvassuk a Luzsnyánszki dossziét ehhez a kritikához, akkor szerintem jobban megérthető, hogy neki valójában mi a problémája, mint a kritika alapján. Ugyanis a Luzsnyánszki dossziéban sokszor ír arról, hogy az, hogy a problematikus előadásokat eltanácsolják a Madách Színház műsoráról, az egy kockázatmentes színházat eredményezett. Csak mondjuk, míg ebben a cikkben a felelősséget Ádám Ottóra teszi, és az ő kiüresedett esztétikáját hangsúlyozza, addig a jelentések inkább a kontextust hangsúlyozzák, tehát a rendszer hátrahagyott elveit és a túlzott centralizációt teszik felelőssé azért, hogy a Madách Színház unalmas, de az tény, hogy a jelentésében is unalmasnak találja és gyengének a Madách Színházat. Tulajdonképpen ezzel összevág az, amit egyszer csak kibudjan belőle ebben a kritikában, persze ettől még lehet személyeskedés is, amit írt, ezt nem tudjuk, de lehet, hogy őt például zavarta az, hogy a kritika nem teszi szóvá ezt a kiüresedett esztétikát már egy jó ideje, és gondolta, akkor hirtelen pótolja ezt egy hangzatos cikkben. Összefoglalva, a vádemelés tehát elhangzik ebben az írásban, tehát retorikai értelemben itt egy feljelentő kritikáról beszélünk. Kontextuális értelemben mégsem stimmel minden, hiszen az ítélet azért marad el, mert a vádlott megválasztása az már nem azt a hagyományt folytatja, ha a célt, kedvencét feljelented, magadat jelentett föl, mondta Koltai erre. Ezt neveztem fordított feljelentésnek ezt az esetet, amikor megképződik egy kritikus körül egy olyan írása kapcsán a feljelentő olvasat, amit ő talán egyáltalán nem ezzel a szándékkal írt, aminek eleve már itt a vádlott megválasztása miatt sem lehetne következménye, de hogy mégis kölcsön ez az egész esetnek valami romantikus, a korábbi veszélyeztetettséghez kötődő olvasatot. A másik pedig, és erre mondtam, hogy a végén még visszatérnék, hogy ez a fordított feljelentés, mint típus, eléggé körülhatárolja a kimondhatóság határait ebben a korban, mondjuk a Népszabadságban, és mondjuk Ádám Ottó előadásairól írott negatív kritikák vonatkozásában, ami szerintem ma akár ismerősnek tűnhet a kritikusok számára. Köszönöm szépen a figyelmet!